Sziasztok, én Alex vagyok, és itt is lennék az én Farming Simulator Kódborog Park Farm sorozatomnak a harmadik részével. Folytatom is az abba hagyott munkálatokat. Az előző részt ugye ott hagytam abba, hogy ezt a földet elkezdtük itt megbűvelni. Na srácok, lesznek itt gondok, mivel a főmentésemen kukorica hiány van. Ugye a disznóknak az a fő táplálékuk, és nem tudok kukoricát vetni, mivel 10 fokos hőmérséklet kell neki, és csak 9 fok van, és mire 10 fok lesz, addigra már régen kifutok a határidőből. Úgyhogy jön a... Hát... Megpróbálom úgy elvetni, hogy nincs meg a 10 fok. Hát meglátom, hogy mi lesz. Mit tudok ebből kihozni. De jó, mert így legalább nem a videóban lesz vele bajlódás. Már fogom tudni, hogy mi, hogy, merre. De ki tudja, lehet, hogy a videóban hamarabb bejutok odáig. Olyan sötét ez a videó. Így belülről nem jó, kívülről pedig franka, úgyhogy lehet, hogy nem csak fülkenézetes lesz. Mivel ugye eléggé unalmas lenne. Meg nézzétek, hát most is milyen sötét belülről, alig látszik valami. Kicsit feljebb húztam a fényerőt, de nem sok változást vettem észre. De remélem, hogy jó lesz. Már még úgy videót nem csináltam ezzel a fényerővel, úgyhogy majd kiderül. Váltott lesz a kameranézet, lesz belső is, lesz külső is, lesz mindenféle. És az egyik kommentnek a hatására az lesz akkor, hogy a New Hollandot adom el, az már volt eleget, és a Massifert fogom meghagyni. A New Hollandnak az árából fogok vásárolni magvakat. Nem tudom, hogy permetező meg ilyenek van-e nekem. Egy permetező van csak. Úgyhogy még műtrágyaszórót is kell. Kell venni nekem egyáltalán műtrágyaszórót? Ez a vetőgép nem támogatja a műtrágyát. Úgyhogy még kell egy ilyen gyomláló. 34 ezer, nagyon jó. Hát nem akarok ezekkel foglalkozni. Gyomláló kell nekem 34 ezerért, ami kicsit necces, hogy az meg lesz. Meg egy műtrágyaszóró is jó lesne. Na, hol van? Ja, itt van. Azt, hogy meg is lehet venni, az 6300, az nem sok. De lehet, hogy akkor nem lesz még gyomláló, hanem kétszer fogok műtrágyázni. Mert szerintem most olcsóbban kijön inkább megvenni a műtrágyát, mint hogy gyomláljak. Látjátok, így van egy ilyen fénylés benne. Itt így... Aha. Csak ezt így nem tudom megmutatni. Így. Itt egy ilyen fénycsík, és ez annyira zavaró tud lenni. Ezért is próbálok külső nézetből is menni. Egyébként elég komoly ez a traktor, hiába. Hiába kisebb a lóerő, valahogy termetesebbnek tűnik. Nagyobbak a kerekek is alatta. És egyesen van a...
Sebesség. Jó, hogy észrevettem. Na egyébként arra a döntése jutottam még, hogy nem 1 órás lesz egy rész, vagyis nem 1 nap, hanem 1 nap az 2 részre lesz osztva. Lesz egy rész 1 óráig, egy másik rész pedig este 6-ig vagy 7-ig, attól függ, hogy milyen évszak van, milyen hosszú a nappal. Mert így egy kicsit emészhetőbb is a videó, és nekem is jobb, mert könnyebb feltölteni, mert most is volt egy aprócska kis, hát nem tudom, minek lehet ezt nevezni, a YouTube hibája szerintem. Már felment 69%-ra a videó, és nem tudtam már aznap befejezni, leállítottam, és másnap, mire elkezdtem, újra kezdte az egészet, nem folytatta tovább, és félek, hogy ez egy 1 órás videónál, hogyha megtörténik, az csúszást is jelenthet. Úgyhogy inkább lesz 1 nap, az több részre lesz felosztva, így könnyebb megemészteni is, könnyebb megnézni, beosztani magunknak, mert sok embernek nincs ideje 1 órát nézni, meg hát szerintem 1 órát végignézni egy játékot az nem annyira kényelmes. Egy filmet elég végignézni néha, nem hogy egy játékról egy videót. Úgyhogy az lesz a terv, hogy kommentáros rész, timelapse. Kommentáros rész, és akkor záró timelapse, ugye a két kommentárosnak a timelapse-je, az ugye még egy részbe belefér. Aztán megint kommentáros, timelapse. És na, nézzétek már, hogy fordul meg. De egyébként nagyon jól megcsinálták most a AI-t, a mesterséges intelligenciát, mivel úgy jobb a probléma megoldó képességük. Sokkal szebben dolgoznak. És tervezek nektek egy mod bemutatót, ami, hát úgy nem is tudom, az egy negyede vagy egy harmada már kész is van. Tegnap egész nap azt csináltam. Próbálom nagyon igényesen megcsinálni, bemutatni minden apró részletet, mindent illusztrálni. Mert ugyanis egy olyan modot választottam, ami rengeteg, de rengeteg modifikációt tartalmaz, rengeteg beállítás van, és ezeket mindegyiket próbálom egyesével szépen bemutatni, illusztrálni, stb. És elkezdtem foglalkozni az After Effects-tel. Rengeteg jó dolgot lehet vele csinálni, és a Sony Vegas az így, az már nem is létezik a szememben. Ugyanis az After Effects és a Premiere Pro, ugye ez az Adobe-nak a két szoftverje, ezek mintha kezen az ujjak, ezek úgy működnek egymással. Napra forgó kereslet, hát ez most nem érint, mivel nekünk még semmink sincs. És már mínusz 3000-ben vagyok, hát mire eladom azt a New Hollandot, már nem lesz pénzem vetőmagra. És az After Effect meg a Premiere Pro az annyira együtt tudnak működni, ha például van a Premiere Pro-ban egy jelenet, amit szeretnél mondjuk valami módosítás, valami animációt csinálni rá, csak kijelölt egy jobb klik, és át tudod dobni pillanatok alatt az After Effect-be, és hogyha az After Effect-be te módosítod, ugyanúgy a Premiere Pro-ban már ott is van. Úgyhogy ezentúl ezeket fogom használni, és már az előző videóban megfigyelhető volt az, itt megjelent, iratkozz fel és dobj egy lájkot, vagy ne felejts el lájkolni felirat. Ez is szerintem eléggé király. Úgyhogy az ilyeneket próbálok csinálni, meg majd egy jó kis intrót is tervezek. Na, mondom, hogy gyorsabban megy a kultivátorozás. Nézem csak, hogy az ekéhez hány lóerő kell. 120. És ugye Komaszit hagyjuk meg, de ez csak 105 lovas, sajnos. Csak abban, hogyha lehetne tenni egy jobb motort, tehát az meg sokba kerül. Úgyhogy a Massif Ferrel
Ha vetni tudnék, nekem már az is elég. 75, jó, zsír, vetés az elmegy. Akkor majd a New Hollandot azt eladom. Annak az árából fogok vásárolni magvakat, műtrágyát, folyékony műtrágyát. És hát mi kell még? Műtrágyaszaurót, igen, az is fontos. És ekét azt hiába fogok venni, de mondjuk ehhez a traktorhoz lehetne venni egy ekét, és akkor kettővel gyorsabban szántanék. A kultivátorozás az meg, mondom, hát már mindjárt beellőzöm. Hogy állunk így napilag? Ugye most a harmadik nap van. A vetést azt lehet lesz kezdeni 5 foknál. Napraforgónak kell lesz a 7. Hát meg kell mondanom, hogy eléggé jó. Lesz ott még egy fokos, úgyhogy lehet nem kellene megkockáztatni, hogy elvessek most rögtön. Hát nem is tudnék, hát még nincs is fel előkészítve az összes föld. Na itt ezek a kis részek itt nem lesznek felszántva, annyi vitamin, annyi kiesés a termésből, hát most nem tudok mit csinálni. Úgy lehisz ki, hogy akkor vasárnap lesz a vetés, és lesz 3 napom, hogy elvessem a buzát, az árpát, meg a repcét, jól mondom? Meg a napraforgót. Napraforgónak a legrosszabb, mert ott tényleg nagyon kevés idő van rá. A napraforgó én vetettem a másik főmentésemen, utolsó nap volt csak 7 fok. Akkor érkeztem elvetni, és aztán szója meg kukoricára, tényleg mire meg lesz az a 10 fok, már benne leszünk jócskán a nyárban. Úgyhogy azzal ráérek. Úgy vasárnapra jó lenne minden főlet azért megcsinálni. Mert feltételezem, hogy a vetés is egy kicsit gyorsabban fog menni, mint ez a szántás, szántogatás. Mennyivel megyen ez? 15-te. Na hát az jó. Na, elém vág. Így behúzom már a végét, hadd legyen meg szépen. Úgyhogy a New Hollandot azt mennyiért fogom tudni eladni? Az rengeteg! 56 ezerért? Hát az zsír. Akkor még szerintem a... Igen, ez volt a mentés, azt hiszem. Szerintem még a gyomlálóra is lesz pénz. Gondolkozok egy kicsit állatokkal. Nem akarok még foglalkozni, mivel azok eléggé igényesek. Úgyhogy lehet, hogy a bálázót is el kellene adni. És ha kell lesz, akkor majd megveszem. Mert most, hogyha én akarok foglalkozni az állatokkal, akkor nem elég csak, hogy legyen egy bálázó, meg egy kasza, mert az semmi. Na mi van? Hát mit csinálsz te? Mi van itt bekapcsolva ez? Mi van ezzel? Miért nem megy arra? Na most jó. Úgyhogy mondjuk, de mondjuk nem kellene eladni. Mert a bárányokkal azzal tudnék foglalkozni. Mi kell a bárányoknak? Nem, azok nem valami igényes állatok. Ugye itt szarvasmarhával esélytelen, mert ott silózni kell, meg minden, ott rengeteg. De még az sem. Birkának meg tényleg csak víz, meg széna. Ennyi kellene, kasza az meg is van.
Kasza, bálázó, vendég még egy forgatót, meg egy rendsodrót. Ez 9000. Ez meg 11. 20 000-ből meg is lenne. És kész. A bárányokkal már tudok foglalkozni. Meg sőt, még a tehenekkel is. De a tehén az még nagyon drága így kezdésnek. Drága mulatság. Meg szalma akkor, szalmát is bálázni neki befele. Bár mondjuk azt fogok bálázni, mivel eladásra mindenképpen jó lesz. Itt most minden pénz számít, így az elején. Valami úgy látszik, hogy ott szerintem a fát észlelhette, és amiatt fordult vissza. Mert itt is eléggé hamar abba hagyta. Na, megy ez, nézzétek már, hát észre se veszem, és mindjárt kész van ez a föld is. Bár még ugye a másik oldala az még ott van. Úgyhogy ilyen kis gépekkel azért ilyen nagy földet még sosem műveltem. De így elbeszélgetve veletek, megy ez szaporám. Na és szerintem sokkal jobb így külső nézetből. De nem tudom, hát ezt írjátok meg kommentbe, hogy ti hogy szeretnétek. Nekem az tök mindegy, hogy most így megy a videó, vagy így. Mondjuk odafele, most így látszik is valami. Ha nagyon szar, akkor megyek kívülre. Most úgy kezd világosabb lenni. Így kicsit látszanak a dolgok, úgyhogy. Na, ezt majd így váltogatom. És úgy néz ki, hogy a szántás az annak vége is. Oké, és ezt le is állítom, és akkor ezzel megyek odébb állok. Egyébként nagyon jó ez a madácsi csergés. Csak remélem, hogy azért hallatszik az én hangom is a madaraktól. Na, akkor ezt én itt megint csak ráállítom szántani. Hát mondhatni, hogy a fele kész is van. Ja, a fele az... Milyen színű ez? Ja, hogy alapból ilyen színű a izé a térképen. Felszántott. A fele az megvan körülbelül. Ez itt megy. Ezzel szintén ráállok a dolgokra. A bárányoknak hol van a farm? Ja, ott, ahol a kasza is van, meg a bálázó. Mondjuk én ezt nem merném itt elindítani magába, mert hamar beéri. Úgyhogy most az lesz akkor, hogy eladom a New Hollandot. Veszek még egy ekét. És akkor addig a kultivátor az pihen. Ezzel is elkezdek szántani. És füves földekkel hogy állok? Ugye a 22-es meg a 23-as az egy eléggé nagy is. Az füves. Szerintem. Legalábbis régen az volt. Úgyhogy azokat elkezdem én kaszálni. Meg akkor megforgatom. Sőt, akkor még lehetne belőle csinálni silós. Ezt a szilásbálát, az nagyon sokat is ér. Lehet, hogy akkor fel lesz lendítve itt a pénzkeresés. Bálázási technika 42 000-ből meg lenne. Ami úgy eléggé sok. Na, akkor ez így. Elteszem most egy picikét. Mondjuk ide. Azt nézem, hogy ezt a tartályt is el lehetne adni. Sosem használtam. Hát 3000 literre tolja meg.
Ó, nem adom. Nem adom, sosem volt még nekem olyan, most ki akarom próbálni. Na. Itt még nem zártam be a kaput. Hogy áll a fejlődés? Ja, hát minek a fejlődése, még semmit se vetettem bele. Na akkor elindulok és elmegyünk a boltba, eladjuk a New Hollandot, és vásárolok ehhez egy ekét. Ezzel is beállok szántani, nem tudom még földet. Itt a 9-est itt mellettem, meg másik mellettem a 2-est. Hát lesz mit. Van miből válogatni. Ugye a most... Jó, hogy még a 7-est is kell. Hát... Na, ide is tettek egy kaput. Ez régen nem volt. Ez régen nem volt. Jaj, elfelejtettem. Angol pálya. Itt bizony bal oldalon kell haladni. És ha jól emlékszem, akkor valahol itt kell elmenni az állatokhoz. És itt van egy nagy füves föld. Aha, persze. Persze, hogy nem lesz kaszálás. Lesz, vagy nyár eleje, mire az kaszálható lesz az a fű. Úgyhogy még az odébb van egy picikét. Fűhöz mennyi kell? Há, 3 fok, azzal nincs is probléma. Csak majd még lesz az 1 fokos, szerintem akkor le fog fagyni rendesen. Na majd azt akkor meglátom. Csak akkor mégsem lesz az, hogy ebben a részben én kaszálni fogok. Hát nézem csak meg megint. Hát igen, ez egy eléggé picurka. Nem is ír róla még semmit, ugye ez a Game Extension, ez írná, hogy letakarításra kész, vagy hány százalékos. Meg hát a térképen is meg lehet ezt most nézni. Betakarított, ez még csak nem is növekszik. Úgyhogy még az odébb lesz. Na nézzük ide, mi került. Ez itten micsoda. Nem tudom. Na akkor téged, New Hollandocskám. Viszünk a vágóhídra. Egyébként megnézem, hogy ez... Ó, nagyon király. Halad, halad. Ú, de jó. Most annyira beindulunk, hogy... Zsír jön utánam. Ugye ez is pénzbe kerül, mint ahogy minden pénzbe kerül. Na de hát... Befektetés nélkül nem lesz haszon. Remélem, hogy... Ó, oh, nagyon zsír. Na, hogy is volt már? Itt, ha én most jobbra el fogok térni, akkor az úgy rövidebb. Úgyhogy akkor itt el is térünk. És ezt bírom ebben a traktorban, hogy ott kezd el indexelni, ahol én elkezdtem, vagyis nem rögtön utánoz le, hanem amikor odaér ahhoz a ponthoz, ahol én elkezdtem azt a cselekvést. Régen úgy volt, azt hiszem, hogy amikor indexeltél, akkor ő rögtön indexelt. Jó, mondjuk a fényeket az rögtön kapcsolja. De az indexelés az király. Na nézem, itt volt az úton is ilyen hiba, hogy oda volt, ide volt téve a csík. Tudjátok, ez a stoppos csík ide volt téve jobb oldalra. De most már ez is megvan oldva. Na, legalább egy picit szétnézek itt a térképen.
Úgy eléggé széles az út, el lehet lesz itt férni kombájnnal is, mert így le lehet menni picikét az útról, nem rögtön vannak a bokrok. Azt hiszem itt valahol, igen, itt be lehet menni, és ott van egy másik ilyen tanya. Ott kell tárolni a burgonyát, meg a cukorrépát. Ott van még, szerintetek? Kell, hogy legyen valami jelzése annak. Na majd megnézzük. Igen, és itt vagyunk a piacon, ami szintén királyabb lett. Régen úgy volt, hogy egész oda be kellett bújni egy kis szűk lyukon, vagyis hogyha valami nagyobb dolgot vettél, akkor már meg sem tudtál mozdulni. Na, ezt így egyenlőre leállítom. És azt hiszem, hogy itt kell eladni a cuccost. Nem itt kell eladni a cuccost, szerintem itt kell eladni a cuccost. Nem. Úgyhogy még be kellene kapcsolni ezt a interaktív zónajelzőket. Hogy azért lássuk még, mi nem vagyok annyira tapasztalt ezzel a térkép. Na nézzétek, hát 68 ezer, hát ez király, nagyon király. Akkor veszek is egy klasszabb bekét. Megnézem, hogy van-e itt valami modos eke. Ami úgy váltva forgós is, hát nincs. Az, ami nem nagyon foglalkoztam, hogy ekét szedjek. Úgy vagyok az eké, vagy eke, nem mindegy. Hogy most az van ráírva, vagy kún, vagy védes, tehát vagy mi van ráírva. Ugyanúgy működik. Általában olyan módot szoktam leszedni, ami szélesíti az eszközt. Súly az van-e? Van-e egyáltalán nekünk súly? Nincs súly. Azt is veszek. Mondjuk ezt a kicsikét. Ez úgy elég is. Nem színezzük, nincs pénz rá. Rendben. És mindjárt vége is lesz az első résznek. Mert azt mondtam, hogy egy óráig lesz az egyik, kettőkor meg a másik. És az a problémám, hogy mindig is elfelejtek nyomni képernyőképeket. Pedig az fontos. Na, ez most biztos hallatszott, ezt majd ki fogom kapcsolni, hogy ne legyen hang. Elnézek azért ide. Hogy mik vannak itt. Itt egy kosárlabda, állatkák, biztos itt lehet akkor állatokat vásárolni. Zsír, meg is nézem, mennyibe kerülnek. 4000. Ugye az állatoknak a zárán is változhatott ez a mód. A birka az úgy fogok venni vagy 10-et, mert eléggé jól adja a gyapjút, és a gyapjú is keresett termék, pláne télen. Hát nézzétek most is. Mindennek ilyen ezren aluli az értéke, ennek 5000 is. 5000. Lefelé megyen, igaz, de 5000. Úgyhogy ilyen 4000-re lehet számítani minimum. Úgyhogy még gyapjúval nem foglalkoztam ebben a részben, ebben a játékban. Megnézem én itt, mi van még balra. És akkor vége is lesz ennek a résznek. Hát ez ugyanúgy van. Igen, úgy nézem, hogy régen úgy volt, hogy volt itt valamilyen BG a szerűség. De csak szerűség, de most már látom, hogy ez is meg van csinálva. Hogy itt vannak a növények. Meg két eladó hely volt itt elvileg, és nem tudtam sosem, hogy most még. Igen, most csak egy van. Mass heating, ott az eddig is úgy volt. Hány eladó hely van? Ami, ahová egy mindent el lehet adni. Hát biogáz, meg ez a Winstroy Store, ahol most vagyok szerintem. Igen. Úgyhogy az eladó helyekkel, hát nem lesznek összeveszések, mert kettő van. Úgyhogy, jaj. De nem várnád meg, hogy beljebb menjek. Na, akkor itt lenne ennek a résznek a vége. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, ha tetszett, akkor
lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, és akkor várjátok a következő részt. Sziasztok!